Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok, én Dezső Bence vagyok, üdvözöllek titeket az új broadcast részben, itt van velem Sápi Vivi. Sziasztok. Farkas Timi. Hi. És a mai vendégünk, Kandert Karola. Szia. Hogy érzitek magatokat? Karola, kezdjük veled, te vagy a vendég. Egyre jobban, volt egy kis légkond is, megfázásom, na most már nagyon jól vagyok, köszönöm. Tényleg? Éneklés megy? Nem annyira. Elcsuklik a hangom, próbáltam, igen. Meg így berekedek, tudod, és így bebuborékolok. Bebuborékolsz? Igen. Majd megpróbáljuk azért, hátra tudsz énekelni. Kérdezzük meg. Velünk is mindig ez a tudott itt énekesek között, ez így működik általában. Mi beszoktunk bebuborékolni. Igen, mi így bebuborékolunk, jelentsen ez bármit is egyébként. Hogyha még az előző részeket nem láttátok volna, kedves nézők, ott lesznek a linkek a leírásban. Csekkoljátok le, heti háromszor érkezünk hozzátok broadcast résszel. Fent leszünk Spotin is, SoundCloudon is, mindenhol. El kell, hogy mondjam, hogy 50 fok van jelenleg körülbelül itt a stúdióban, ugyanis olyan csodálatos lámpáink vannak ezúttal, hogy erre remélem, hogy és addig fogom mondogatni, amíg sikerülni fog, leszünk valaha olyan jók, hogy kapjunk egy légkondit ide. Nyugi leszünk, hozok legközelebb. Igen? De nem ám ilyen izé csicska fújósat, hanem hideget csinálom. Tudod, van az, amit bele lehet dugni a telefonba, és akkor fújja a kis izét, majd így körbe fújtosom, hogy ma vagy. Fékes minket. Vagy erre nem gondoltam. Bálint majd egy nagy levelet tudod egy kívülről, így legyen. És éppen végre értelmet nyer Bálintnak. A léte. A léte. Végre. Hogy Bálint a Fortnite-os sapkájában fog minket legyen. Bálint a Fortnite-os sapkájában. Egy nagy levele. Képzel már, hogy legyez minket a nagy levéllel. Csodálatos lenne. Na, szeretném. Hogy vagy Karola? Azon kívül, hogy ugye beteg voltál, most már kezdesz felépülni. Azért elég régóta nem láttunk, hallottunk felőled, ugye szerepeltél a Brodában, és meg kell, hogy mondjam, hogy a 3 évi tapasztalat azt mutatja, hogy az összes komment 90% az, hogy hol van Karola. Itt. És ezért hoztuk el nektek Karolát, mert hiányzott nekünk, de hát elképesztő volt, hogy de ebből Timi is kapott egy szeretet, mert ugye te is bekerültél a Brodába a második évadból. Miért raktátok be őt a Karola helyett? Igen. Karola jobb volt. Igen. Szegény Timi ezen át kellett menjen, hogy jó. Igen, de hogy a kommentek 90%-a, amit nyilván értjük, mert nagyon nagy karakter vagy, jobb arc vagy, mint én. Jobb arc vagy, mint a Timi. Tudjuk, igen. De elképesztő, tehát ilyet még esküszöm nem tapasztaltam. Tudtál erről egyáltalán, hogy ostromolnak? Igen, igen, az elején figyelgettem, és akkor így láttam, hogy hiányoztak nekik a régi arcok, meg én, és akkor így örültem. Aztán már így ezek ott szenvednek, velünk meg semmi. Nem, hát nagyon felpörgött az életem, aztán meg belassult, most meg megint pörög. Vannak ilyen időszakok? Aha, igen. És mitől pörög fel? Több a koncert, vagy zenei pályára előrépsz? Nem, hát most a vírus miatt nyilván így... Fú, annyi minden történt, hogy igazából nem is tudom, hogy mit érdemes kiemelni ezek közül, de most zenei szempontból, hát volt egy pár ilyen kis új projekt közül. De az elmúlt másfél év, úgyhogy nem voltak koncertek, az hogy élted meg? Azért neked is még csak lát minden gyakorlatilag ezen a pályán. Hát én hisztem 10 kilót. Én is, azt mégse koncertezek, mert hogy... Nagyon nehéz volt. Nyomtam, én csak otthon magamnak a tükör előtt, meg baráti társaságban, ha olyan volt így konkrétan barátokkal, úgy léptem fel, már muszáj volt, és így felmosolva, tudod is. Nem mondod komolyan. Ott lettem volna. Ez egy nagyon mély pont volt. Lettem volna felmosolva. Nagyon mély pont volt. És te akkor ez a fajta volt? Láttuk, hogy kettőféle zenész volt ebben az elmúlt másfél évben. Volt, aki nekiállt és basszus 150 zenét írt és szerzett. Én is igen? Sokat? Egy album született, amit ki fogsz adni? Vagy hogy lesz? Nem. Az király, de jó. Írtam, inkább csak így véglegesítettem a korábban írt dalokat. Hát én nekem le kellett tudni ezt a lírai, szerelmes, szomorú vonalat. Úgymond kiadtam az albumomat, így elvétve, elcsöpögtetve a dalokat. És most az a tervem, hogy sokkal pörgősebb, klubkompatibilis zenéket dobja ki, mert azért, hogyha így elmenjek és fölnépek, azért így lehet rájuk bulizni, mert nyilván vannak, mondjuk van az SM Feed, vagy volt az a zenánnyal is. Hány megtekintés van rajta? 15 milliónál volt. Mennyibe került? Gondolom sok pénz volt azért, hogy azt úgy megvegyétek. Vicceleket azért nem, az tényleg egy modell. Hogy lefogyott szegénynek az arcunk, én is azt néztem. Azt mondod, hogy nem fogtok kérni. Lefogyott, mert úristen rájött. Honnan jött rá, honnan tudja. Látta a számlát. Tudja, hogy ez sem mondta. Gondoltak volna egyébként, hogy az akkora szám lesz. Nyilván
tudjuk azért, hogy sem az nagyon profi. Milyen volt vele a közös munka? Nagyon jó amúgy. Jó volt? Aha, persze. De gondoltad volna, hogy ez ilyen nagyot fog menni? Hát azért 15 milliónál, meg 10 millió felett, azért mondhatjuk, hogy az egy nem csak komoly sláger, de hogy azt konkrétan mindenki is hallotta már. Uh-huh. Nem gondoltam volna. Én úgy voltam vele, hogy bárcsak menne egy ilyen 5-6 milliót, biztos, hát hogyha ott jól lenne, és így basszus, még mindig pörög, és így úristen, nagyon jól esett. Észrevehető ilyenkor, hogyha 10 milliót megy egy dal, hogy utána sokkal többen ismernek fel az utcán, sokkal igen. többen ének, igen? Igen, igen, sokkal inkább, tudod, így ez amikor így megjelensz való, és akkor az emberek így kicsit lefagynak. Aha. Nem tudjuk, milyen. Hogy éred meg ezt? Egyébként. Ugye pont beszéltünk arról, hogy Vivi most csöppent bele ebbe az influencer, tiktoker világba, és neki is folyamatosan visszaköszön az, hogy megismerik az utcán, és ő is most kezdi ezt felfedezni. Neked ez hogy működik? Zavar? Nem zavar. Amikor a családdal vagyok, vagy eszünk, és így... Szia! Tele szájjal, tudod, mi azt pedig de nagyon jól toleráljuk, ha és közben zavarnak. Igen, tehát én és Timi erre, úristen, de... Igen. De az a durva, hogy rengetegszer akkor jönnek oda a képér, amikor nem vagyok kisminkával, de tényleg, hogy így kipécézik azokat a napokat, és olyankor rendszeresen képke, meg volt még egy, amit el akartam mesélni, ez nagyon vicces volt. Ja, igen, sétáltam, és pont a szülővárosomba, vagy nem a szülővárosomba, mindegy, ott suliztam, igen. És egy sulis csoport, így, te ez nem az a énekes, ez a Karola? Te hülye vagy, mit keressem már itt? És én voltam. Nálam is mindig ez van, nyilván mindenkinél, hogy te mit keresel itt? Voltam most tegnap előtt bulisztunk, Timi, mikor tegnap volt? Előtt volt, ez a jó buli. Igen. Ilyen jól sikerült, hogy nem emlékeztek? Igen, 3 napig tartott. Tökéletes volt. Átmentem én is egy másik klubba, utána a Gosd udvarba, és Tini party volt, ezt nem tudom, meséltem nektek. Utána átmentem a Gosd udvarba egy Tini partira. Timit hallottam. Én nem voltam ott. Ott volt 300 Tini, és akkor mindenkinek tudta a nevét. Nem, hát Csipi játszott, és Tini partiba voltam. Az komoly lehet. Mondta Sipi, hogy játszok, gyertek át Gosd udvaré, meg így. Tini party, ez mit jel? 16-18. Mondom, az nem az én közönségem, biztos, hogy senki nem fog felismerni, kérem, VIP van, és ez semmi nagy képviselők, de hát tudjátok, hogy azért megostromol 100 ember egy bezárt helyen, azért ott pánikba tudsz esni. És hát elmentem a Tini partyra, és 10 percet voltam, és ki kellett menekíteni, hogy érdekesek. Én elkövettem múltkor azt a hibát, hogy elmentem az Ötkertbe High School Musical partira, amit még promotáltam is, tehát nálam lehetett felírni a listára, és felírtam vagy nem 40 embert, és én fogtam magam, és úgy voltam vele, hogy party. Bementem az Ötkertbe, nem voltam benne sokat, tehát te gondoltad a High School Musical partira, ahol 40 embert én írtam fel. Szia, szia, köszi a listát, szia, szia, én meg így... De hogy tényleg... Elosztok! Konkrétan, érted? De ilyen durván? Ilyen durván meg tudnak rohamozni, hogy már hát élvezni. Senki nem gondolná egyébként, én az Emmával voltam, ismertek a nagy Emmával és Sipiekkel, és bementünk a helyre, és a Sipieknek is mondtam, hogy van VIP, mert ez komoly lehet a végén, hogyha véletlenül olyan probléma történik, azért ez nem vicc, mert gondold el, hogy egy bezárt helyen vagy, egyetlen egy kiárat nekem van. Mondjátok. Egy kiárat van. És ha bemész egy pont olyan helyre, ahol tudod, hogy csak a célközönséged, te gondold el, ha te is bemettél volna, ott hány ismertek volna? Nem volt még ilyen velük. És csak tiktokkerek, meg így néztem, hogy kik, mik, meg jöttek oda a tiktokkerek, pacsisztunk, amúgy nagy forma volt mindenki, de hogy belépsz, és mindenki felismer, és olyan szorongás fog el, hogy persze jól esik, de most gondolod, hogy egy ember jól esik, és egy eszedbe jut, hogy egy kiárat van, és 300 fő. Tehát, hogy elképesztő, hogy átverekedtük magunkat az embereken, mindenki jött, amúgy tényleg nagyon jól esik, csak van, amikor ez kezelhetetlen. Én a születésnapomon is elmentem bulizni, sajnos, a születésnapomon. És bementem a WC-be, és akkor, szia, csinálunk egy képet, mondom, egy. Kicsit hánynom kell, kettő, születésnapom van, és bementem a WC-re, és úgy, hogy full hallottam, azt mondja az egyik csaj másiknak, ilyen parasztot én még nem láttam, és bent a WC-re dobolva kiüvöltöttem, nem vagyok paraszt, csak hányom. Kaptak már titeket el részegen buliba? Nem. Soha? Nem. Sajnos. Igen? Mi de volt? Nem azért van sokat sztori? Iszok, csak nagyon sok kínos részeg sztori van. Ja igen, azt valamiért tudom. Minden alkalom, amikor így összörünk és piárunk, az ilyen kínosba megy át.
Jó, hogy a Bencének soha. Ja, igen. Nekem se, persze. Nem lop el ezt, azt. Van valami sztori? Nálam... De én szerintem jól tudom leplezni, hogyha részeg vagyok. De vagy Bence, nem, úgy érezem. Nem. Szerintem a nézők azonnal levágják, csak én hiszem azt, hogy nem. Most is bementem. Ja, de nem, mert most csak vizet ittam, nem? Bence reggel 6-kor egy részeg este után a kocsi hátsó ülésen, amikor éppen esszük a megint... Menjünk már is Jófokra, vagy Horvátba. Kitaláltuk. De lementünk. Olyan spontán vagyok, tavaly nyáron ülünk a kocsiba. Meg vagyunk már meredve reggel 6 óra. Én nem ittam. Timi nem volt semmi. Sipi, én, ki volt még, tök mindegy. Ülünk a kocsiba. Meg kiparkoló. Mondom, mert csak hízok még 5 kilót, mert most miért? Mert látni fogják, nem fogják. És így megszorolok a sajból közepette, hogy nem menjünk Siófokra. Horvátba, az volt az első. Menjünk már le Horvátba, erre a Sipi. Menjünk inkább Siófokra, erre én indulok. Fél úton a Bence hátulról, rakjatok ki otthon, mert a Rebeka meg fog ölni. De utánatok megyek, csak rakjatok ki otthon, mert a Rebeka meg fog mentünk. Ölni. Igen, igen. És nem azért öl meg, mert nem szólok, hanem azért, mert és ebben teljesen igaza van, hogy részt akar ezekbe venni. Igen, teljesen de azért az a kijelentés fél 6-kor hátul, nem tudod jól leplezni, be vagy rúgva, két sajtburger között. Menjünk már Horvátba. Ez borzalmas, tényleg ezek a random ötletek. Egyszer ez lesz a vége. És mire mondta Timi, hogy így össze szoktál szedni ezt, azt, hogy kell elképzelni, hogy poharakat gyűjtesz, hogy mi? Ja, hát nálunk volt olyan, hogy ezelőtt három évvel egy cirkusz mellett volt a világ végén a buli, meghívtak a szervezők, ingyen pia, minden, ó, mondom, srácok, megyünk. Nem volt te hoztad azt az ugráló várat? Nem. Reggeli megsallott. Volt egy cirkusz a szórakozóhely mellett, és a pónit elkötöttük. Most ez komolyan? Ez komolyan mondom. Visszavittük. Na, Timi, hogy röhög helyet. Visszavittük. Nagyon elítélem az ilyesmit, soha többet nem csinálom, de elkötöttünk egy pónit. Megfogtuk, és? Kikötöttük, szórakozáhez átvittük, elkezdtük simogatni, nagyon élvezte az egészet, majd visszavittük. Egy pónival. De hogy elvitted sétáltatni, mentél vele egy kört, és utána visszavitted lelkiismeretesen, hogy gondolj bele, amikor, gondolj bele, be vagy rúgva, és elkezdesz azon parázni, hogy kijönnek a bohócok és megvernek. Hát konkrétan ezen kapod magad. Ide be tudjuk vágni a másfél perccel ezelőtti Bencét, hogy rájöttem, nem látszik a részek, hogy szerintem nem látszik. Lehet, hogy egyébként ténylegesen látszik. Váltsunk egy kis témát. Bocsánat. Azt mondod, hogy jobban vagy, most le fogsz fertőzni mindenki konkrétan. Azt mondd el nekem, Karola, hogy azt tudjuk, hogy azért nem voltál a... harmadik évadban, mert ugye nem értél rá. Te visszaköltöztél Erdélybe? De másodikban sem. Hát, másodikban igen, sem. Igen, másodikban sem. Jó, de azt karácsonykor forgattuk, az azért más, mert volt, aki nem ért rá. Visszaköltöztél Erdélybe? Igen, egy 5 hónapra kávé. De miért? Mi hát volt ennek komoly lelki okai van. Oké, okay. Miért? Csak nagy vonalakban, tehát nem kell... Tyúkus leves! Otthon jön elő! Arra nekem nagyon szükségem volt lelkileg, tényleg én nagyon össze voltam törve, meg minden is. És így lendületet gyűjtöttem, aztán visszaköltöztem, és most ilyen elvetemülte vagyok. Elvetemülte vagy? Elszánt vagy? De érezted, hogy segített? Tehát tényleg kellett? Persze, hát megörültem volna. De mitől a város zaját? Nyilván személyen sokan is voltak, de a város zaját téged nem idegesít? Mert én ugye a belvárosban elköltöztem, mert éreztem, hogy bekattanok konkrétan. Nem, én imádom. Bence, ilyenkor össze van törve a kis tiéd, akkor otthon kell a nyugalom, a megszokott lét, a kis család, tyúkus, anyám, cicizni. Az a baj, hogy én ha hazamegyek, akkor csak cseszeget. De engem is tudom, amúgy. Nem tudok reggel, nem tudom, 10-kor kelni, meg milyen délbe. Milyen jól esik a cseszegetés. Hát, na, de figyelj, visszaköltöztél, és mikor érezted azt, hogy vissza kell költözni? Tehát ez meg volt lelkileg benned, hogy oké, elég volt az 5 hónap, és akkor vissza kell költözni, igen? Igen, és akkor elkezdtem albérletet nézni, közben kijött a dalom, az így, hát most így, pandémia idején nyilván kiesett a fellépéses bevétel teljesen, és akkor az nagyon jót tett, hogy úgy lendületet kapott mondjuk így a dalom, vagy valami a kis csatimon. Uh-huh. És akkor megfogtam magam, és felköltöztem. Az igen. Egyedül laksz? Igen. De van barátod, nem? Van. Mióta? 5 hónap. És mit lehet róla tudni? Egy kicsit tálalmány nekünk. 5 hónapja és 5 hónapot voltál Erdélybe. Oda valósi, vagy nem? Nem. Pesti? Biatorbágy. Biatorbágy. Az igen. És 5 hónapja vagytok együtt, és milyen? Hogy alakul? Kicsit komolyabb, vagy nem? Szerintem tök komoly. De nem költöztetek össze? Most már így beszéltünk róla, hogy tök jó lenne.
meg szeretnénk is, tudod, most így nagyon sülve-fülve együtt vagyunk egyébként. Most az elmúlt 3 hetet, mert hazavittem, bemutattam anyukáméknak, az elmúlt 3 hetet azt így végig együtt töltöttük, és így rájöttünk, hogy amúgy így tök rossz egyedül aludni, meg nem a másikkal kelni, tudod. Csillog a szeme. Igen, én is azt akartam, hogy teljesen megváltozott, így más, hogy beszél, így csillog a kis szeme. De tényleg. De durva. Érdekes. Ja, szóval így nekem is fura, mert én úgy voltam, hogy én már nem veszek szerelmes. Nem is. De hát ez mindenki így van aztán. Nem úgy sikerül, hogy tervezni. Hát nem. Timinek is volt olyan, hogy azt hitte, hogy nem szeret benni, most nézd meg, most itt vagyunk, együtt vezetjük a műsort, írogatott nekem, letiltottam, aztán csak, érted, ezek ilyen hullámvölgyek, mindig meg kell őket beszélni, van még remény. Van még remény, Timinek már nem, de neked majd látod ott a barátod, hát ez tartósabb marad. Egy ilyen 10/10-es palit élete végéig mondjuk kergetnék. Ennél nagyobb iróniát nem is hallottam mostanában. Zenékben meg fogod írni azokat az érzéseket, amik az elmúlt másfél évben benned így. Én úgy gondolom, hogy megírtam, eleget panaszkodtam is, és szerintem az emberek szeretnek depízni, mert azt vettem észre, hogy nyilván a zenémből adódóan, meg a stílusból adódóan leginkább akkor hallgatnak, amikor így egy kis megértésre vágynak, vagy így állítólag. Elég jól össze tudok szedni olyan dolgokat, amiket mondjuk megtapasztalnak emberek csalódás, szomorúság, szerelem során, és én most úgy gondolom, hogy eléggé kiadtam, és most inkább tényleg arra koncentrálnék, hogy olyan dolgokat adjak ki, amik egyszerűen ilyen... Bulizósak? Igen. Lazák? Igen. És mi most a kedvenc zenéd? Nem muszáj magadtól, hanem így unblock, hazai. Hát így nehéz hazai. Hazai magyar zene? Aha. It's Friday. Az nem hazai. Hagyjatok az It's Friday Night-a, mert az új izé Monkey. Mi volt az a zene? Nyomatom hétfőtől vasárnapig. Dance Monkey. Azt a mindenki. Igen. Borzal, de tényleg, tehát hogy nekem nagyon távol esik. Mi most a kedvenc zenéd? Bocsánat. Ilyen kérdést feltenni. De a kedvenc színed? Mi? Azt tudjuk, hogy Timinek ez a Friday izé, de... Hát igen, az elég egyértelmű, az így megállás meg, valaki követ tudja. Igen, az a baj, hogy én külföldi zenéket hallok. Na, a külföldiek közül ki a Friday. Hagyjatok azzal, de tényleg, tehát... Na most ki, majd nézd az a nyolcsán a Spotify. Nézd meg, addig megkérdezem Vivit, mert azért... Neki is a Friday. Tehát nem zenész, de... Kérlek, mondd, hogy nem a Friday a kedvenced, tényleg. Hát szeretem a Friday... Ja, nem. Hát az a jak közül Krubit szoktam hallgatni elég gyakran. Az jó. Nagy kedvenc, úgyhogy kocsiban nagyon jól szól ráadásul. Úgyhogy szoktam így, főleg a piros lámpánál ilyen kínos helyzetekbe kerül, így lehúzott ablaknál, és akkor tudod, igen. Nem tudom, így rám néznek, és nem tudom, azt gondolnak, hogy ilyen Britney-t, vagy Serenát, vagy ilyesmit hallgatok. Azt és közben a Krubi ordít. Nagyon... csúnyán, mocskosul üvöltöm Krúbit a lehúzott ablaknál, és akkor így kerültem már kínos szituba, de egyébként nagyon szeretem, tényleg. Halott pénz, Airi Mafia éneket szoktam hallgatni hazaiak közül. Zseni. Meg a Friday-t is szeretem. Köszönöm, ezért vagyok barátok. Hagyja Friday-t. Én a Friday-t hallgatom minden nap, csak hétfőn. Hogy nem unod meg azt a... Csak pénteken. Pénteken legális csak, úgyhogy csak pénteken szoktam úgy csinálni, hogy kisztorizom, meg le van húzva az ablak, amúgy meg fülessel így. Ez csak a hindusz. Tényleg nem unod meg? Nem mondod komolyan? Egyszerűen nem. Nem, én hazaiak közül nem szoktam amúgy. Igazából bármilyen ilyen azt már szoktam hallgatni. Tudjátok, én mivel vagyok így? A 24 Karat Gold-ra, vagy kicsit. Igen. Most így ki fognak izé javítani, de... Ja, mi is szoktuk, amikor nem jut eszünkbe ezt a Moon, kurva jó. Én tudod, Shazam. Figyelj, tudsz olyan, hogy neked ő felismeri a Shazam, hogyha énekelsz? Azt nem úgy ismeri fel, hogy de várjál, de oké, de például a Serena tudsz, vagy nem Serena, Ariana Grande tudsz úgy énekelni, azért eléggé hasonló az egész. Nem tudom utánozgatni a hangszínet. Felismeri? Kipróbáljuk? Biztos, hogy nem fogja. De hát nem. Az múlik az alapon is, meg mindenem. Ott szerintem a tempót olyan szigorúan és pontosan követi le, tudod, ott konkrétan, ezt kb. Úgy kell elképzelni, mint egy YouTube algoritmus szerintem, hogy egyszerűen felismeri a hogy mondják ennek, amikor ezek a izék mennek, ezek a... A sávot. A sávot ismeri fel. Kiavítottunk egy zenészt. De van, aki át tudja verni ezeket. Most jó, nem ének, mert egyébként a Harry-eknek volt ilyen videójuk, zseni volt. Én onnan tudom, hogy nem működik, hogy amikor én hánytam fel a Shazamba, hogy It's Friday, akkor nem ismerte fel, szóval szerintem nem működik. Ezt ugye nem tetted meg.
De ahogy tettem, mással tettem. Úristen. Tudjátok, mire akartam beszélni, meg akarok érteni, és nem negatív irányba akarom terelni az egészet, mert én is nagyon sok klipben szerepeltem, de miért szerepelnek a youtuberek klipekben? Azt, hogy a youtuberek miért vállalják, azt nem tudom, de azt, hogy miért a zenészek miért... szerepelték klipben? De, és azt, hogy miért vállaltam, továbbra sem tudom, de azt, hogy miért hívnak minket, nem. Hát akkor. Szerintem inkább ilyen nézettség. Fiatal voltál, kellett a pénz, na most nem. Hát még ha kaptam volna a pénz. Nézettség miatt? Azt mondod, Karola, te mint zenész vagy. Hát azért, hát bocsánat, én a... Most azért így közben gondolkodom, hogy volt-e már olyan dalom, amit... De szerintem nem volt. Nem volt olyan. YouTube algoritmus. Tudjam, hogy mit mondok. Hogyha olyan ember van az Index képen, akit amúgy a YouTube ismer, érted? Tehát mi felkapottak vagyunk YouTube-on, most a zene vagy videó, aha, de ott van az arcunk az Index képen, akkor az nagyobb eséllyel lesz felkapottabb már az algoritmus miatt is. Szerintem amúgy, amikor csak megvillan egy youtuber egy dalba, szerintem amikor a zenész kéri fel, mert mondjuk szeretné ezzel is a nézettségét növelni. Hát biztos, jó. Ja, nem fordítva szokott lenni. Fordított esetben, amikor egy hát azért biztos van, biztos van, hogy megkéri a youtuber rá, random emberekről, jó, benne vagyok klipben. Ja, ismerek ilyet, aki én tudtokárt, aki... Mondd már el, na hát itt van, ki tudjuk pletykálni. Hagyd mászok már fel a sétrádon, és benne volt már vagy négybe. Na ők azért csinálják, mert van 10 000 követők TikTokon, és szeretnék, ha lenne 10 500. Hoppá, hatalmas számokról beszélgetünk. Ki volt a legcikibb ilyen klipekben? Ne engem mondjatok a lalából, mert tudom, hogy nagyon jó hoztam a dolgot. De ki volt az hát, ilyen? Nem tudom. Kinek volt? Soroljuk fel. Te nekem voltál biztos a HR-fónál. Én voltam Hercegéknél tényleg többször is. Tényleg. Paula volt a Kassa TV-nél, azt tudom. Aha. Ki volt még? Volt az exed a kivárod, a Rostás Szabikával? Rostás Szabikával? Oh, az kellemetlen volt! Hát figyelj, mindenki azt, aki... Egyébként az Abosi Barni is volt. De neki saját zenéje volt. Jaj, benne volt. Tehát az már egy másik szint. Az már egy level up. Az már egy level up. Olyat mi még nem tudunk, de majd hátha. Igen. De tényleg... De ha benne vagy, megcsinálhatjuk. Valami nagyon kínosat fített kéne csinálni, de tényleg. De ilyen hallgathatatlant. Hallgathatatlan, tényleg, és valami, Vivi valami táncot kitalál rá, vagy ti kettem, mert ti vagy a TikTok, én tudom, hogy nem táncos, szoktatok igen TikTok táncolni, de kitaláltok valami jótra, és akkor toljuk. Jó, hát valamit összehozunk. Usten, de általában, ha a youtuberek énekesek lesznek, az nem szokott jól elsülni. De várjuk a kivételes esetet. Igen. Én még várok, de tényleg. Még én is várom. Nem tudom, várhattok. Hogy... Bejárok ide minden pénteken, és várom. Csináljuk meg a Friday helyett a magyarosított szombatot. Tudom, hogy péntek, de hogy szombat. És ez lesz Timi ne új kedvence. Ne szégyenítsd meg a péntekemet. Jaj, Istenem. Ki az péntek! Új... Jaj, nem kell ez neki, hogy mindenki el fog kapcsolni, mennek át triót hallgatni. Ilyen hamis volt? Ki volt a... Ki a kedvenced a feltörekvő zenészek közül? Gondolok itt Bruno Sprachra. Gondolok itt egy Balmarra, gondolok itt egy Tidenire, gondolok itt egy Kákevinre. Tudom sorolni akármeddig? Hát az Azaria. Igen? Uh-huh. És rajta kívül? Mert jó, tudjuk azért az Azariának... Az egy más nem szint. Igen, tehát nem akarok senkit megsérteni, meg ugye ő nem rappel, de basszus, neki tényleg a vérében akar. Én született, hogy ő nem egy magyar fiam, tehetség. Igen. Szóval? Egyébként nekem is van egy angol nyelvű dalom, és most megragadom az alkalmat a promóra. A számlát állítsuk ki, na mindegy. Nem tudom, szerintem nekem csak ő. Én a Tóth Annit is szeretem. Igen. Mert annyira tehetséges, meg jó fel. Jó, mert ő nem számít feltörekvőnek, most, de... Igen, ő nem számít feltörekvőnek, viszont az utóbbi két dala nekem tetszik. Egyébként meg én nem nagyon tudnék kiemelni senkit. Nem mondhatom, hogy hú, most jóba vagyok zenészekkel, mert tudod, én nem igazán barátkozom. Brunoék jók szerinted? Amúgy szerintem ügyesek. És De most nagyon diplomatikusak. Nyilván nem én vagyok a célközönségük, érted? Hanem én. Nekem is ezt szokták mondani, amikor leszarozzák a videóimat. Nyilván nem én vagyok a célközönség, ezért nem nézlek. De megérdemlik azt a sikert, ami van. Hát most nyilván vagyok én, hogy eldöntsem. Persze, de én a te véleményedre vagyok kíváncsi. Mert én szerintem nyilván igen, de a te véleményed mi, hogy ez csak egy hype, és vagy éppen tartoz dolog. Nyilván van egy hype, azért ezt amúgy én is mindig megkapom, most nyilván nem mindegy, hogy azért sokat tesz hozzá a tini lányok, uh-huh,
A hormonok, tudod? A hormonok! A külsőjük. Hallgatjuk a brúróikat, de nem, mert jó, amúgy szerintem rendben vannak tényleg. Szerintem meg egyébként is. Nekem a szpáknak a hangszíne nagyon tetszik, szerintem még egy szinkrohangnak is elmondani. Közös lesz? Lenne? Szeretnék benne lennél? Hát azért így még nem gondolkodtam. Fitek. Fiteket? Fit. Fit. Először velünk. Hát jó, nyilván először a szombat, így a négyes. Igen. Péntek! A péntek. Kis péntek. Fog jönni. Tudod, mire vagyok kíváncsi? És a te véleményedre, hogy a TikTok szerinted mennyire irányítja a zeneipart? Azért, ha megnézzük Spotify a top 50-en, az konkrétan az a zene, ami fent van TikTokon, vagy jól látom? Nagyon, hát figyelj, nagyon szerintem. Rengeteg minden múlik azon, hogy TikTokon milyen zenék lesznek felkapottak. Onnantól kezdve pedig így adott a sorsa annak a zenésznek szerintem, hogyha felkapják egy akár TikTok trendként az adott zenét, szóval szerintem rengeteg minden múlik most a TikTokon. De hallgatják is azokat a zenéket? Ezt csak azért kérdezem, mert voltak olyanok tavaly, meg nem mondom, hogy Sávon nevű, de TikToker volt, és vagy 5 darab olyan slágert itt, hogy mindenki vágta, viszont csak azt a 15 másodpercet vágták, és a többit nem a zenébe. Tehát ilyen esetben hiába látta 50 millió, meg hallgatta, nem hallgatod meg Spotin. Szerintem hát, azért, de. És hogyha megnézed Spotify-on, egyre inkább kerülnek fel ezek a számok a rangsoron, vagy a ranglistán, és vannak is ilyen TikTok playlistek már Spotify-on, és múltkor voltunk egy buliban, egy ilyen TikTok témájú buli volt, és annyira lapos volt a hangulat, beraktunk egy ilyen Spotify playlistet, ami TikTok playlist volt, és egyszerűen megváltozott a hangulat, mert mindenki ismerte, mindenki bevadult, mindenki ismerte. Izéket. A TikTokerek nyomták a TikTok táncokat. De tényleg mind a robotok, tudod. És egyébként nem tudom, hogy Magyarországon is így van-e, de most otthon voltam Erdélyben, és azt vettem észre, hogy most már tehát eddig nagyon szigorú volt az, hogy hogyan válogatnak, nehéz volt bejutni rádiókhoz, és nagyon megválogatták azt, hogy kit, hogy miért meg dalát játsszák, és most olyan dalokat játszik a rádió, ami a TikTokon fut be, és igen, már a TikTok diktálja a rádiós trend, ami nagyon nagy dolog, mert lehet például akármennyire nagy sztár, ha nem úgy van a zenét hangszerelve, nincsenek, mondjuk meg ugye mit tudom, most azért kapcsolaton is múlik nyilván, hogy bekerül. Persze. De hogy tényleg van olyan, hogy oda megy egy nagy előadó, akinek már nagyon sok lejátszás volt rá, és azt mondják, hogy ez nem rakjuk be, tudod. De most meg így TikTokon trend, és akkor mehet a rádióba. Nagyon durva. Hát azt még úgy is, hogy nem vagyok zenész, folyton hallottam az elmúlt években, hogy képtelenség kb. Bekerülni egy zenével, pláne úgy, hogy nulláról. Van nekünk egy játékunk, és ezzel szeretnénk majd zárni. Figyelj, ismered már azt a megfordítós cuccot, aminek ilyen csodálatos hangja van, hogy 5 másodperc. Ismered a játékot? Nem. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg először is, ez nagyon fontos. Húzni kell egy kártyát nekem, és 5 másodperced lesz válaszolni rá. Ez tiszta, nem? Igen, de annyit, mire majd mondani? Fel kell sorolnod, sorolj fel 5 dolgot. Három dolgot. Három szörnyű magyar zenészt. Három szörnyű magyar de zenészt. De ez még nem a játék, de amúgy mondhatod, ha szeretnéd. Nekem annyira nem vág gyorsan az, hogy legalább hat találjam ki. Hallottad volna, mi miket mondtunk. Én ja, azt kérdeztem a Bencétől, hogy milyen színű lehet a széklet, és azt mondta, hogy fekete. Hát de hívd rá, hogyha nem jut eszembe. Igen, hogyha nem jut eszembe, akkor mit csináljak? De jól hangzik. Ja, annyit még el kell mondanom, mert azért tudatnom kell, hogy plusz 18-as a játék, tehát itt azért nem olyanok lesznek, hogy mondj három szint. Könyörgöm, ne a zenészeket, nem más. Nem akarok. Keresek neked valami jót. Hó, ez megvan. Szóval, amit mondani fogok, azt magyar ismert személyre érts, jó? És a te szemszögedből. Mehet? Igen. Működni fog. Magyar ismert személy, akit mindenki ismer, és a te szemszögedből. 3, 2, 1. Nevezd meg 3 jó férjet a számodra. 3 jó férjet. Aki jó lehet. Aki jó lehet. Mondja gyorsan. Nem akarom. Nem akarom. Kötelező. 3, gyorsan, pak lehet. Oké, okay. Ne blokkolj le, mondjad, 3 ismert szemét. De ne blokkoltam, nem itt nekem számára nevek. Na, ez figyelj. Nagyon rossz. Mondd, hogy néz ki. Trollkodhatok? Igen. Tényleg? Igen, ami eszedbe jó. Már négyszer lejárt, de azért még már négyszer lejárt. Oké. Hajdú Peti. Igen. Úristen, oké, ezt majd meg kell magyarázd. És a következő, még 2 személy gyorsan, pak, várd rá, akárki, tényleg. Vágó István. Ez egy tökéletes. És a harmadik személy. Ki a harmadik? Karamell. Jó, mi az összefüggés? Mi az összefüggés? Én a Vágó Istvánnal elvesztettem a fonalat. Kint nézzük.
Figyelj, még egyet. De az a lényeg, hogy nagyon... Csak mondd rá. Csak mondd rá, bármi első dolgot, ami az eszedbe jut, tényleg. Jézus! Nevezd meg három olyan celebet, akit rajta kapnál mesztelenül. Tessék! Kit kapnál rajta mesztelenül? 5 másodpercet van. Csak dobáld a neveket. Csonk András. Csonk András, igen. Csonk András, egy jó csávó nem jut eszedbe? Nem jut hozzád illő? Okay. Kettő név kell még. Mondj külföldi. Johnny Depp, DiCapriót nem kapnád rajta mesztelenül? Jó, Kiba, én is rá kapnám mesztelenül. És nem elkapnám, rajta kapnám. Ezt már nem fogom kimagyarázni. És egy utolsó nevet szeretnénk kérni. Várjál, Johnny Depp, DiCaprió, kit szeretek még? Bárkit, akárkit, Vágó Istvánt, tessék. Tökéletes. Hú, bizarr. Hát ennyi lett volna ez a rész. Reméljük, hogy tetszett nektek, hogyha igen, nyomjatok rá egy lájkot. Minden link ott lesz a leírásban. A következő részben a toxikus párkapcsolatokról fogunk beszélni. Tartsatok velünk, heti 3-szor jövünk nektek részekkel. Link a leírásban, iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok! Broadcast! Ez itt a Brodapest Podcast!